valahogy elterveztük ugye az egyik mérkőzést, ami a bemaradáshoz feltétlenül szükséges, azt meg tudtuk nyerni hazai pályán. Én úgy gondolom, hogy ebből a két fontos mérkőzésből az volt a fontos, hiszen így még mindig a saját kezünkben van a sorsunk, úgyhogy ha ma esetleg tudunk nyerni, akkor be tudjuk biztosítani a bennmaradást. Az, hogy hogyan edzünk, az egyik dolog, aztán hogyan játszunk, az a másik. Ez ebben a bajnokságban mindig fordítva szokott lenni. Jól edzünk és gyengébben játszunk a mérkőzéseken. Meglátjuk, hogy a mai nap hogy fog sikerülni. Három mérkőzésen 7 pontot szerzett a szezonban a zöldmezes Nyírbátor a Rubeola ellen, és ezúttal is a keletiek számára alakult jól a találkozó, hiszen Csoma Alpár góljával a 7. percben a házigazda került előnybe. Szerintem a fiúk átértékelték a meccs nehézségét. Szerintem mindenki úgy állt hozzá a mérkőzéshez, hogy kellett, és a héten elvégzett munka úgy gondolom, hogy meghozta gyümölcsét. Siska Gergő 10. bajnoki góljával a szünetre 2-0-ás előnnyel vonulhatott a Nyírbátor. Nem volt méltó a címerünkhöz ez a mai teljesítmény. Még az első félidő csak-csak, mert ott 80-90%-ban megcsináltuk azt, amit kell, labda ellen is, labdával is. Bár volt 2 lefordulás, amiből gólt kaptunk, viszont kapu előtt megint impotensek voltunk. Aztán megbeszéltük a szünetbe, hogy mit kellene, és teljesen más csinált a csapat, mentálisan is és fizikálisan is, mint hogyha széthullottunk volna. A 26. percben már 5-0-ra vezettek a nyírségiek, hiszen a térfélcsere után Szentesbíró Tamás, Barta Balázs és Sánta Attila is beköszönt. Kiskölyökök voltunk, és szánalmas egyébként az a teljesítmény, amit ma a csapat lerakott az asztalra, és remélem, hogy velem együtt mindenki szégyeli magát azzal a teljesítménnyel, amit ma nyújtott. Az élvonalból a Rubeola biztosan búcsúzik, a Nyírbátor pedig ezzel a győzelemmel kivívta a bentmaradást, ráadásul a különbség csak tovább nőtt a csapatok között. Nagyon jó volt, igazából hál' Istennek sűrűd nekünk most minden, nagyon koncentráltunk, ugye tudtuk, hogy nekünk ez a meccs nagyon fontos lesz, ugye kötelező győzelem volt, ugye, mert bebiztosítottunk a bentmaradásunkat, úgyhogy hál' Istennek sikerült. Orosz Dániel a 28. percben alakította 6-0-ra az eredményt, majd a folytatásban Szentesbíró mesterhármasig jutott, aki ezzel át is vette az első helyet a góllövő listán. Ahogy jöttek a gólok, jött az önbizalom, a játékkedv is. Én úgy érzem, hogy egy kicsit fizikálisan is jobban bírták a fiúk, úgyhogy tényleg gratulálok nekik.